Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a, a portfólió podcastje február 5-én hétfőn. A műsor első részében az új prémium magyar állampapírról lesz szó, amely kettől már csak a korábbinál alacsonyabb kamattal érhető el, legalábbis az első kamatperiódusban. A kérdés, hogy vajon megőrizte még versenyképességét a P-MAP, vagy érdemes már körülnézni más állampapírok között is. Itt igazából már az a kérdés, hogy kinek mi a várakozása ezen dől el minden. Hogyha arra számítunk, hogy egy csökkenő kamat meg hozam környezet fog jönni, csökkenő inflációs környezettel, akkor könnyen lehet, hogy egy három éves időtávon már nem a prémium állampapírt kell választani, hanem lesznek jó kamatozás biztosító állampapírok is a piacon. Vendigünk Árgyalán Ágnes, a portfólió pénzügyi elemzője. A második blogban annak járunk utána, hogy az elmúlt bő húsz évben az a befektető járt járta jobban, aki magyarországi ingatlanba fektette a pénzét, vagy az, aki akár magyar, akár a tengeren túli tőzsdén keresett valamilyen jó befektetést, ott fialtatta a vagyonát. Erről futó Pétert, a portfólió ingatlanpiaci elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a portfólió podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist február 5-én. Már csak február 6-a keddig, vagyis holnapig lehet vásárolni abból a prémium magyar állampapír sorozatból, amelynek kamata az első periódusban még 9,9 utána már csak olyat lehet venni, amelynek 7,9 a kamata az első periódusban, ezután áttér infláció követő kamat fizetésre. Ezen a szinten már fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy tényleg a PMAP a legjobb választása, hogyha állampapírba tesszük a pénzünket. Itt van velünk Árgyalán Ágnes, a portfólió pénzügyi elemzője. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban. Szia Peti, üdvözlöm a hallgatókat is. Az új PMAP, amely még kedden jegyezhető, 2023 végén jelent meg, és ez gyakorlatilag új fejezetet nyitotta az infláció követő konstrukciók között, hiszen az első kamatperiódusban fix kamatot fizet. Miért jött ki már is egy új és a jelenleginél rosszabb kondíciójú papír? Hát véletlenül azért, mert látszik ugye az állampapírpiaci hozamokon, hogy egyre csökkennek, és ugye az MNB is kamatot vág, tehát a, a kettő együtt plusz még ugye az inflációnak a mérséklődése azt mutatja, hogy az AKK ugye igyekszik csökkenteni a kamatkiadási oldalt, és ugye ezzel próbálják meg, meglépni ezt, hogy a prémium állampapírnál is csökkentik ugye az első kamatperiódusban a fix kamatnak a, a mértékét. Az első kamatperiódus kamatán kívül van-e más különbség a két papír között? Tehát a között, ami még elérhető, és a között, ami már Kettől lesz csak elérhető. Az új konstrukció lényegében a feltételeiben megegyezik az előzőjével, annyiban lesz, ugye a különbség, amit te is mondtál, hogy ugye kisebb lesz a fix kamat az első kamatperiódusra, tehát nem 9,9, hanem 7,9, és ami még hát egy ilyen különbségnek mondható, hogy az első kamatperiódus az nem lesz olyan hosszú, mint ugye az elődjénél, mert azt november végén bocsátották ki, tehát ott közel másfél év volt az első kamatperiódus, és hogy ez február elején jön ki, ezért ilyen bő egy év lesz az első fix kamatnak az időszaka, de a többi az évben megegyezik, tehát a futamidő kicsivel több, mint 8 év, a kamatbázis ugye a fix kamatperiódus követően ugyanúgy az infláció plusz a lesz, és ugye a kamatprémium az pedig idővel növekedni fog először egy fél százalékos, aztán meg egy egy százalék pontos kamat fog a papír. Itt a Csakrizben is sokat beszéltünk arról az elmúlt években, hogy a PMAP versenyelőnye gyakorlatilag behozhatatlan más állampapírokkal szemben, sőt annyira magas a kamata, hogy gyakorlatilag egy ilyen látra szóló betétként is értelmezhető, hiszen még az egy százalékos levonás ellenére is megéri rövid távon befektetni ebbe a papírba. Ez még most is igaz a 7,9 ot kamatozó papír esetében? Rövid távon igaz, de már egyre kisebb a pémám kamat előnye más konstrukciókhoz képest, és ahogy csökkenti az álmodosság kezelő a pmap a kamatát, úgy lesznek egyre vonzóbbak más alternatívák is. Itt igazából már az a kérdés, hogy kinek mi a várakozása, ezen dől el minden. Hogyha arra számítunk, hogy egy csökkenő kamat meg hozam környezet fog jönni, csökkenő inflációs környezettel, akkor könnyen lehet, hogy egy három éves időtávon már nem a prémium állampapírt kell választani, hanem lesznek jó kamatozás biztosító állampapírok is a piacon. Ha viszont valaki arra számít, hogy nem lesz sikeres az infláció elleni harc, és továbbra is egy magasan beragadó infláció lesz a következő egy-két évben, akkor lehet, hogy a prémium állampapír még mindig a jobb választás. Tudsz beszélni egy kicsit arról, hogy milyen más papírok érhetők el most, amelyeken egyébként érdemes lehet elgondolkozni a PMAP helyett? Ja, azt néztem meg egy legutóbbi cikkemben, hogy ezzel a 7,9 os kamattal mit tudunk kezdeni, és ugye, hogyha az első évet nézzük, akkor lényegében még a PMAP az veri a mezőnyt, tehát ezzel a 7,9 os éves kamattal, ami nem nagyon tudja más állampapír felvenni a versenyt, bár ugye ott van már a fix magyar állampapír, ami ugye egy három éves fix 7 kamatot kínáló állampapír. Ugye ezzel már érdemes kalkulálni, főleg azért, mert ugye jelenleg legalábbis úgy néz ki, hogy ha, ha most megveszük ezt a fix mapot, akkor ugye a következő három évre éves szinten végig 7%-ot kapunk. Ez azt jelenti, hogyha a újonnan elérhető pémápal vetjük össze, akkor azt látjuk, hogy már a második, meg a harmadik évben a fix map az már egy jobb papírnak jön ki, mint a prémium állampapír, egészen egyszerűen azért, mert ugye ott egy magasabb fix kamat van, míg ugye a prémium állampapírnál, hogyha veszük az MNB inflációs előrejelzését, akkor ugye már sokkal alacsonyabb inflációt kapunk a következő évekre. De ugye ott vannak még egyéb intézményi papírok is, amiket meg lehetne nézni, de ugye azt látjuk, hogy igazából egyiknek sincs olyan magas kamata, mint például a, a fix a következő egy-két-három évben, ugye a prémium papírról nem is beszélve, hogy ott most annyira ott nehezebb az összehasonlítás, hiszen az inflációtól függ minden. De ami még érdekes lehet, hogy az a bónusz állampapír, ami kapcsán megint csak nehéz feltételezésekbe bocsátkozni, hiszen nem tudjuk, hogy az állampapírpiaci piaci hozamok merre mennek, már pedig ugye a BMAP-nak a, kamatozása is, hogy a dk hozamoktól függ. Viszont, hogyha tényleg arra számítunk, hogy egy magasabb kamatkörözet lesz, és nem fognak úgy csökkenni a kamatok, ahogy azt mi vártuk, akkor a BMAP is egy jó választás lehet. Ugye a map azok a PMA sorozatok, amelyeket már korábban megvásároltak a befektetők, azok mindig visszamenőleg fizetik ki az inflációt, plusz a kamatprémiumot. Ennek tudatában mikor érdemes elkezdeni azon gondolkozni, hogy a már meglévő PMA-pokat esetleg az ember visszaváltsa és más papírba tegye? Hát én most még semmiképp sem gondolkodnék el ezen, hiszen ugye a már megvásárolt prémium állampapírok azért igen magas kamatokkal forognak jelenleg a piacon, vagy fognak forogni, mert ugye ezek folyamatosan árazódnak át a, a tavalyi inflációra. Tehát most már látni fogunk ilyen 17-18% felett is forgó prémium állampapírokat ugye idén. Én azt gondolom, hogy akkor lehet majd érdemes elgondolkodni, esetleg a váltáson, hogyha majd olyan szintre csökken a, a kamata a prémium állampapírnak, hogy már gondolkodni kell azon, hogy vannak-e jobb befektetési lehetőségek, de az már bőven a, a jövő év, vagy az, az követő évnek a, a lesz. Köszönjük szépen Árgyilán Ágnessel a portfólió pénzügy rovatának elemzőjével beszélgettünk az új állampapírról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm, sziasztok! Mielőtt tovább mennénk a következő témára, Beke Károly, a portfólió makroelemzője elmondja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten. Jön már elején arról beszéltünk, hogy az idei év első felében elsősorban majd a költségvetésről és az inflációs pályáról érkező friss hírek dönthetik el a forint árfolyamának sorsát. A héten mind a két frontról kapunk friss adatokat, hiszen csütörtökön a januári előzetes államháztartási beszámoló péntek reggel pedig a januári inflációs adat érkezik. Ezek határozhatják meg elsősorban a hét hangulatát itthon, emellett pedig a negyedik negyedévről egészen pontosan decemberről érkezik majd egy kiskereskedelmi és egy ipari statisztika is, vagyis azt is megtudhatjuk, hogy az év utolsó hónapjaiban hogyan teljesített a magyar gazdaság. Bár az elmúlt években a magas inflációs környezetben az állampapírok voltak a sláger slágerbefektetések, erről szólt az előző témánk is, hogyha hosszabb távon nézzük, akkor sok befektető feltehette magának azt a kérdést, hogy inkább ingatlanba fektesse a pénzét, vagy inkább részvényekbe. Futó Péter, a portfólió ingatlanpiaci elemzője is erre a kérdésre kereste a választ a magyar ingatlanpiac, illetve a hazai és az amerikai részvénypiac vonatkozásában. Őt fogjuk kérdezni erről, Szia Peti, üdvözöllek a műsorban. Szia, köszöntöm a hallgatókat. Írtál egy elemzést, egy viszonylag hosszú elemzést a portfólióra. Mit is nézte meg pontosan ebben az elemzésben? Igen, ebben az elemzésben hosszabb, több évtizedes időtávot nézve arra voltunk kíváncsiak, hogy mi történt ez alatt a hazai lakásárakkal, illetve hogyan teljesített ez alatt a magyar tőzsde, illetve, hogy te is mondtad, a különböző amerikai tőzsdék. Annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb legyen az összehasonlítás, egyrészt a VUX Index árfolyam változását néztük meg, illetve az amerikai tőzsdék közül a három nagy, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaqot vizsgáltuk meg, és ez alatt a hazai lakásárakat is azt szerint bontottuk meg, hogy jogállás szerint a fővárosban, a városokban és a községekben hogy változtak az árak, illetve arra voltunk kíváncsiak, hogy régiós szinten a regionális városokban hogyan alakultak az árindexek. És még azt fontos elmondani, hogy a teljes időtávaz itt 2001 első negyedévétől indult, és 2023 harmadik negyedévével ért véget. Méghozzá azért ezeket az időpontokat választottuk, mert a lakásár indexek jelentették a szűk keresztmetszetet abban, hogy meddig lehet visszamenni, ugyanis 2001 első negyedéve az első olyan időpont, amikor jogállások szerint, illetve terület szerinti montásban rendelkezésünkre állnak lakásárak, Korábban csak országos átlag adatok vannak, úgyhogy innen indultunk, és hát a legfrissebb lakásárindex az jelenleg a 2023. harmadik negyedéves, úgyhogy ezeket vizsgáltuk meg, és hát aztán az elemzés során láttuk, hogy azért különböző problémák vannak ezzel, úgyhogy különböző időtávokra is megnéztük, hogy hogyan teljesítettek egymás az, az indexek. Akkor kezdjük a magyar helyzettel, tehát mi van akkor? hogyha valaki ingatlant vásárolt az általad is említett időpont környékén, és azt mondjuk tartotta 2023 végéig, kontra a BUX index alamely papírját vásárolta meg ilyen első körben a Bux indexet és az agregált nominális MNB lakásárindexet hasonlítottuk össze. Itt 22 és fél év volt az az időtáv, amit megnéztünk, és azt láttuk, hogy nagyon jelentős különbség nincs egyébként a részvény árfolyamok és a hazai lakásárindexek alakulása között. Jól lehet azért a részvénypiac jobban teljesített, a részvénypiacon 6,6 szeres, a magyar lakáspiacon pedig 5,2 szeres emelkedés ment ez alatt végbe, ami azt jelenti, hogy a lakáspiacon ez 7,7 os éves hozamnak felel meg, míg a részvénypiacon 8,8 os éves hozamnak. Itt viszont fontos arról is beszélni, hogy azért az emberek általában befektetési célra azért vesznek lakást, hogy azt bérbe adják, ami szintén hozzátesz a hozamhoz, és hát a részvények esetében is, bár ez inkább már az amerikai részvényekre jellemző, Magyarországon Módon, de osztalékot fizethetnek. És hát a lakáspiacon ez azt jelenti, hogy a lakás még akár egy 3-4 vagy valamivel magasabb százaléknyi éves hozam lehet még, adódhat hozzá még az áremelkedéshez. Részvényfüggvényében természetesen ez meg lehet az osztalékfizető részvényeknél is. Ugyanakkor itt az elemzésünkben mi kimondottan az árfolyam változásra, árváltozásra helyeztük a hangsúlyt. Akkor nézzük, hogy mit láthattunk a tengeren túlon, tehát hogyha valaki a között vacilált, hogy Magyarországon vesz egy ingatlant, vagy pedig egy amerikai részvénybe fektet, tehát az amerikai részvényindexek hogyan alakultak ehhez képest? az amerikai részvényindexeknél figyelembe kell venni azt, hogy nem csak a részvény árfolyam változik, hanem ezzel az időszak alatt a dollár forint árfolyama is folyamatosan változik, és éppen ezért, hogy ezt kiküszöböljük, kiigazítottuk az amerikai dollárban számolt részvényindexet a aktuális negyed év dollár forint árfolyamával, tehát úgymond forintosítottuk azt. Ezt követően pedig, ahogy már a magyar tőzsdével összehasonlítva, megnéztük itt is 2001 első negyed évéhez képest, hogy hogyan változtak a tőzsdeindexek az aktuális lakásárakhoz képest. Itt ugye az jelentette az első problémát, hogy 2001 az az amerikai piacon a dotcom lufinak a kipukkanása volt, és hát 2000-es évek elején egy nagyon erős mélyrepülés vette kezdetét. A Dow Jones és az S&P 500 is egy 25-35 százalékkal értékelődött le, a Nasdaq pedig az értékének kétharmadát elveszítette, tehát az összehasonlításnál nagyon nem mindegy, hogy 2001-et vesszük bázisnak, vagy 2003-at, a mélypont idejét. Ha 2001-es bázisra számolunk, akkor azt látjuk, hogy lényegében a magyar lakáspiac akár még jobban is teljesíthetett, mint az amerikai részvénypiac, hiszen egy relatíve magas részvényárfolyamokról indult a bázis. Éppen ezért megnéztük 2003-as bázissal, tehát az amerikai részvénypiac mélypontjával is azt, hogy akkor hogyan teljesítenek egymáshoz a tőzsdék és a lakáspiac, és hát akkor viszont egy teljesen más eredmény jött ki, hiszen egy nagyon nagy mélypontról indulva az amerikai részvénypiac és Egyébként a magyar is sokkal jobban teljesített, mint a lakáspiac. Tehát a végeredmény nagyban függ attól, hogy milyen évet nézünk bázissal, és milyen időtávon végezzük az összehasonlítást. Ha már beszélünk különböző időtávokról, a magyar lakásokkal kapcsolatban is el lehet mondani, hogy voltak olyan időszakok, amikor jelentősen drágultak, ez mondjuk az elmúlt néhány évre, vagy inkább 5 hat évre jellemző, de voltak olyan időszakok is, amikor csökkentek az árak. Lehet-e azt azonosítani, hogy hol volt érdemes mondjuk kilépni egy ingatlan befektetésből, és hol volt érdemes mondjuk belépni? Itt ugye az jelenti a nehézséget, hogy előre nagyon nehéz tudni, vagy látni azt, hogy mi fog történni akár a részvény, akár az ingatlan piacon, de valóban, ahogy mondtad, voltak olyan időszakok, amikor egyik a másikhoz képest másként vagy jobban teljesített. 2000-es évek elején egy erős növekedés jellemezte a hazai lakáspiacot, ami egészen a 2008-as válságig tartott. Ezt követően viszont, ha valaki ezt előre látta, akkor érdemes volt a magyar lakáspiacból kiszállni, hiszen 2008 és 2014 között összességében több mint 20 csökkentek a magyar lakásárak. Nyilván itt is különbség volt régiónként és típusonként, viszont ez a csökkenés, ez, ez a visszaesés, ez a tőzsdén sokkal gyorsabban zajlott. 2008 és 9 között szinte felére esett vissza a magyar tőzsdeindex, ezt követően volt egy visszapattanás, viszont itt is igaz a magyar tőzsdére az, ami a lakáspiacra is, hogy utána a következő években egy enyhe csökkenés, vagy inkább egy ilyen oldalazó irány volt a jellemző. Tehát ebben az időszakban sokkal érdemesebb volt amerikai részvényekbe fektetni, és hát 2014 hozta el a fordulatot a magyar lakáspiac számára, akkor indult el egy egyre erősödő, sokáig tartó áremelkedés, ami egészen 2020-ig töretlenül tartott, tehát ez, ez a magyar lakáspiacnak az aranykora volt, évente akár 15-16 százalékos átlagos áremelkedéssel, vagy akár még ennél is többel. Ez egyébként nagyjából 2019 végéig volt jellemző, tehát 2014 és 2019 vége között például a budapesti lakáspiac jobban teljesített, mint akármelyik amerikai vagy magyar tőzsdeindex, Viszont ezt követően nagyon beindult az amerikai részvénypiac, jelentősen nagyobb ütemű növekedés jellemezte, mint a magyar lakásárakat. Tehát, ha 2019 vagy 2020 utáni éveket nézzük, akkor ismét a részvénypiac az, ami jobban teljesített a lakáspiacsal szemben. Mindez a számítás, amit most végeztél, ez módosul-e, és ha igen, akkor mennyiben módosul, hogyha a budapesti ingatlanpiacot nézzük, vagy esetleg mondjuk nagyobb vidéki városok ingatlanpiacát? Ha regionális szinten hasonlítjuk össze a magyar lakáspiac teljesítményét, akkor két térség emelhető ki, ami az átlagnál jobban teljesített. Ez egyébként mind a 20-22 évnyi időtávra érvényes. Egyrészt a budapesti agglomerációt, tehát a középmagyarországi régiónak a, a városai, ahol a lakásárak nagyobb ütemben emelkedtek, mint az országos átlag, illetve ha 2014-es bázissal nézzük, akkor még a közép Dunántúli régiónak a városai emelhetők ki, például Veszprém, Székesfehérvár vagy a Balaton északi partja. Ezzel szemben viszont voltak olyan térségek, amik az átlag alatt teljesítettek, ilyen volt például a Dél-Dunántúl, ahol a Dél-Dunántúli városok áremelkedése elmaradt a magyar átlagtól, és egyébként talán meglepő, de a Nyugat-Dunántúl is ide tartozik, ami azzal lehet magyar hogy ott már az Forduló környékén is relatív magas lakásárak voltak, és ahhoz képest nem tudott olyan ütemben tovább emelkedni, hogy az a magyar átlagot elérhesse. Tehát vannak természetesen országon belüli különbségek, de itt is számít az, hogy milyen időtávon, milyen bázissal nézzük a számokat. Köszönjük szépen, Futó Péterrel, a portfólió ingatlan piaci elemzőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is. Ez volt már a Checklist a, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, vagy akár az Apple Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Szász Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!